A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. Folytatódik a Talent program. A Magyar Lovasport Szövetség az idén is várja azoknak a tehetséges fiataloknak a jelentkezését, akik elég szorgalmat és kitartást éreznek magukban, akiknek álma, hogy díjugratásban, díjlovaglásban vagy a militári szakákban akár nemzetközi versenyeken bizonyítsák rá termettségüket. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, további részletekről pedig a szövetség központi és szakági honlapjain lehet olvasni. Magyar lovas vonatkozás a riói olimpián, hiszen a női ötös aranyérmesét, Chloe Espositót, Cink György készítette fel az ötkarikás játékokra. Egy fantasztikus család, fantasztikus két gyerek, akik azt kell, hogy mondjam, rendkívül szorgalmasak, rendkívül alázatosak a sport iránt, nagyon-nagyon sokat edzettek, és rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a lovaglásra. Espositó teljesítményével természetesen edzője is elégedett volt. Azt mondta nekem, amikor vége lett a versenynek, hogy teljesen ki tudta magát kapcsolni, mintha nem is egy olimpián versenyezne, hanem egy rendes versenyen, és éppen ezért sikerült talán úgy, hogy a lövészetben abszolút magabiztosan, szinte hibátlan teljesítményt hozott. A lovasedző szerint kifogástalan minőségi lovat kapott ausztrál tanítványa. Hosszabb szünet után újra nagyszerű nemzetközi viadalt rendeztek Bábolnán. A korábbi ménes parancsokról, Petko Szadner Tiborról elnevezett CSI versenyen közel 50 ezer eurót osztottak ki. A nagydíjat a Mária Kálnoki Cser Attila nyerte Pikörlux nevű lovával, megelőzve Radu Ilioit Quintenderrel. A szeptember 4-i akadályhajtással befejeződött a Bredában megrendezett 4-es ugathajtó világbajnokság, ahol a Dobrovics József, ifja Dobrovics József, Lázár Zoltán összeállítású magyar csapat a címvédő hollandok mögött megelőzze a nagy rivális német együttest, a kiváló második helyet szerezte meg az összetett versenyben. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház.